Néptáncosok, népdalkörösök, zenészek és szavalók álltak színpadra a községházán Gyenesdiáson, mindannyian aktív részesei a helyi kultúrának. Ők nyitották meg azt a könyvbemutatót, ami Gyenesdiás művelődés történetét foglalja össze. A 2000-es évek elején indult monográfia sorozat 9. kötetét Hásfalvi György, a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár nyugalmazott igazgatója írta és szerkesztette. A több mint 600 oldalas könyvtartalmi feldolgozása több mint fél évet vett igénybe. Én 28 és fél évet töltöttem itt, kezdettől fogva érdekelt is a helytörténet, meg gyűjtöttem is az ehhez kapcsolódó anyagot, bár csak úgy mellékesen, tehát a munkakörömhöz kapcsolódóan, vagy hobbiból, meg fényképezgettem is, és mire sor került erre a kötetre, hát most úgy határoztuk meg, hogy amivel a néprajz foglalkozott, meg a vallástörténet, azzal nem foglalkozunk. A monográfiának készült egy videó melléklete is, amit a kötet bemutatóján ismerhetett meg a közönség. A 25 perces film első kockái 2017-ben készültek. Számos eseményt, szabadtéri hagyományos programot rögzített a településen a film készítője, Hásfalvi Ákos. Nagyon furcsa, de ugyanakkor érdekes dolog volt, hogy édesapámmal kellett közösen dolgozni. Ő gondolkozott úgy, mint egy író, én meg mint egy televíziós szakember, és ebből a kettőből próbáltuk összegyúrni, hogy milyen lehetne egy jó videó melléklet. Nagyon büszke vagyok rá. A kötet bemutatón Gál Lajos polgármester köszönte meg a készítők munkáját, kiemelve, hogy a 15 évvel ezelőtt indult sorozat eddig megjelent részei azt mutatják, hogy a kultúra ápolása a Gyenesdiáson élő embereknek mindig fontos volt, és ma is az. Nagyon lényeges, hogy tiszteljük az időseket, tiszteljük a hagyományainkat, tiszteljük azt, amit megörököltünk, és valójában merjünk igazi élő közösségek tagjaivá válni. És hogyha ezt megtesszük, akkor nekünk is lesz művelődés történetünk, lesz majd kultúránk, lesz majd, amivel kapaszkodjunk egy-egy település kulturális vonatkozásában. És én azt hiszem, hogy ez az, amire rámutat ez a kötet. A 100 példányban megjelent kötet első része az első világháborúig, a második a rendszerváltásig, míg a befejező része 1990-től ismerteti meg napjainkig az üdülőtelepülés művelődés történetét. A monográfia képes összeállítása nem csak az eseményeket, hanem a művelődésben kultúrában résztvevő közösségeket is bemutatja.